Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió hétfői adását látják. Nagyon kemény mérkőzésen, de kikapott a Kinizsi megye első osztályú labdarúgó csapatunk a Hódmezővásárhely ellen. Napi aktuál rovatunk a mérkőzés összefoglalóját is tartalmazza. Csak úgy, mint a Kósta József Múzeum filmpremierjét is, melynek keretében a Szentesi Járásbíróság épületében utazhattak az érdeklődők. A Dózsaházban pedig megnyílt a hétvégén az ecsetforgatók legújabb kiállítása, oda is elvisszük Önöket, csak úgy, mint a Szentesi Gyermekkönyvtár könyvtár használati vetélkedőjére. Hétfő lévén gazdasági magazinnal jelentkezünk. Szentesen járt Dancsó Erika mesterfodrász meghívására legnagyobb példaképe és tanára Letícia és Ada Lengyelországból. Maradva ugyanennél a témánál, megismerhetik a zsoldos 5. éves diákjának, Berkec Lilla fodrásznak a legutóbbi versenyeredményét és legújabb hajkreációját. Érdemes lesz ma is velünk tartani, tegyenek így, már is kezdünk, jó szórakozást kívánok mindannyiuknak! Több mint egy éve tart a háború és a pusztítás. Több mint egy éve szenved Európa gazdasága. Több mint egy éve mi fizetjük a háború árát. És Brüsszelnek még mindig nincs terve a békére. Az infláció tönkreteszi Európát, de Brüsszel csak további szankciókat erőltet. A háború végét nem a szankciók, hanem a béketárgyalások hozhatják el. Brüsszelnek meg kell hallania az emberek hangját. A Szentes Televízió napi aktuál rovatát látják, képes tartalomjegyzékünk következzék. Filmpremierre várták az érdeklődőket a Kósta József Múzeumba, a Pincétől a padlásig időutazás a Szentesi Járásbíróság épületében címmel. A Szentesi ecsetforgató képeiből nyílt kiállítás szombaton délelőtt a Dózsaházban. Könyvtárhasználati vetélkedőt tartottak a Városi Gyermekkönyvtárban. Hazai pályán fogadta a Hódmezővásárhely 2 csapatát a Szentesi Kinizsi Szite megye első osztályú labdarúgó csapatunk. Sajnos a vendégek elvitték a 3 pontot. Jönnek már is a részletek. Filmpremierrel ünnepelt a Szentesi Múzeum. A Pincétől a padlásig időutazás a Szentesi Járásbíróság épületében címmel készítették el az alkotók azt a Szentes egyik ikonikus épületét bemutató dokumentumfilmet, amely az Országos Bírósági Hivatal által kiírt Rád György pályázatból valósult meg. Szinte nem maradt üres szék szerda délután a Kósta teremben, ahol a közönség nem csak a filmre, hanem az azt megelőző, a múzeum igazgatója Irsai Farkas László vezette kerekasztal beszélgetésre is kíváncsi volt. Ez egy második része egy dokumentumfilm, mondjuk is sorozatnak. A Szentesi Járásbíróság épülete egy olyan ikonikus épület, hogy minden, nem is volt kérdés számomra, hogy itt kell folytatni. Mindenkinek azt mondom, hogy mutassuk meg, hogy mennyire szép ez a város, hogy mennyire összhangban van ennek a városnak az élet, egy kivétellel, de az teljesen mindegy. Az volt a politika. Nem titok, egy kicsit beleszerettem Szentesbe. Az a finom szecesszió, amit lebeg, és ez az egésznek ez a kellemes hangulata. Én azt gondoltam, hogy ezt gyönyörűen lehet fotografálni. Ebbe a polgári létbe építették fel a városhoz illő és a maga teljességét, tehát inkább azt mondom, hogy alkotmányos a rendet jelző járásbíróság épületét. Mindig az volt az elvem, hogy egy dokumentumfilm se legyen unalmas, sőt, egy dokumentumfilm legyen egyszerre szórakoztató, egyszerre tartalmas, kellemes, tehát hogy szívesen nézze a közönség, mert akkor éri el a célját. Az alkotók, a közönség, a házigazda és maga a film. A Pincétől a padlásig időutazás a Szentesi Járásbíróság épületében címmel készítették el az alkotók azt a Szentes egyik ikonikus épületét bemutató dokumentumfilmet, amely az Országos Bírósági Hivatal által kiírt Rád György pályázatból valósult meg.
A 36 perces film egy sorozat második darabja. Korábban az alkotók a szegedi igazságügyi palota történetét dolgozták fel. A film premierjét nemzeti ünnepünk délutánjára időzítették, és milyen jól tették, szinte nem maradt üres szék a Costa teremben, ahol a közönség nem csak a filmre, hanem az azt megelőző, a múzeum igazgatója, Irsai Farkas László vezette kerekasztal beszélgetésre is kíváncsi volt. A beszélgető társak voltak Szabó Zoltán Attila, a film rendezője és forgatókönyvírója, illetve professzor dr. Homoki Nagy Mária, aki évekig dolgozott a film jogszakmai hátterén. Nekem nagyon fontos tettes társam volt Erdős Péter, vagy ahogy a szakmában sokan ismerik, Woody, ugyanis vele nagyon sok órát és sok napot foglalkoztunk azzal, hogy a kamera valóban azt tudja visszaadni, és olyan minőségben, amit ez a film eleve feltételezett. A forgatókönyvben én sokat dolgoztam, egy nagyszerű stáb állt mellénk, tehát most itt mindenkit nem tudok nyilván felsorolni, de hát azért nyilván egy ilyen stáb azért több szemét jelent. Aminek én nagyon örültem, hogy a Pap János kiváló Kazinczy Díjas színművészünk kapcsolódott hozzánk, és ugye ő a narrátor ennek a filmnek. Halálakor 1931. október 20-ai lapszámában a Dél-Magyarország így búcsúzott tőle. Mondhatnám, hogy maroknyi csapat ez, de azért ez nem így van, mert amikor a filmre mi készültünk, és még nyilván a forgatókönyvet gyúrtuk, akkor egy olyan csapat állt mellettem, mögöttünk, ott a szegedi törvényszéken, amikor először ennek a gondolata ugye még megfogant, és elkezdtük a filmről beszélgetni, mint professzorasszony, ugye Homoki Nagy Mária, és Pétervári Máté, adjunktus úr, ők az ő nagyszerű szaktudásuk, szaktanácsadói minőségük mindenképpen a film rangját, és azt a végeredményt, amit ez hozott, ahhoz nagyban hozzájárult, és nagyon-nagyon örülök annak is, hogy például Harmados Mária, könyvtáros, ő is nagyon-nagyon sokat tudott nekünk segíteni. Nem beszélve a filmben egyébként szereplő Darvas Tamásról vagy Sipos Györgyről, aki az épület tényleg a pincétől a padlásig az épület minden szegletét jól ismeri. Nyilvánvalóan nagyon utána kell járni annak, hogy minden adat stimmeljen, hiszen ez egy dokumentumfilm, ez nem egy fikciós mű. És utána kezdjük a forgatókönyvet úgy gyúrni, hogy az abból aztán egy olyan film legyen, ami, és azért ez nekem mindenképp mindig az volt az elvem, hogy egy dokumentumfilm se legyen unalmas, sőt, egy dokumentumfilm legyen egyszerre szórakoztató, egyszerre tartalmas, kellemes, tehát hogy szívesen nézze a közönség, mert akkor éri el a célját. A szegedi törvényszék és a Állami Jogtudományi Karnak a Magyar Jogtörténeti Tanszéke jó pár évvel ezelőtt már egy, hát mondjuk így megállapodást kötött, hogy az Országos Bírósági Hivatal által kiírt úgynevezett történeti kutatásokban együttműködik. Most ennek a kutatásnak az első része az ugye a szegedi törvényszék története, szegedi törvényszék bíráinak a története, ami óvatatlanul kapcsolódik nem csak Szegedhez, hanem például Szenteshez, vagy éppen Makóhoz, vagy Csongrádhoz, mert ugye aki osztrák-magyar kiegyezést követően létrehozták részben a törvényszéket, részben a járásbíróságokat. És akkor a bírák életét kezdtük első körbe utal kutatni, második körbe kezdtük kutatni magát a bírói gyakorlatot, és akkor a harmadik kör volt az, amikor már a pályázat úgy került kiírásra, hogy bírósági épületeket mutassanak be a nagy közönség számára. És akkor itt kapcsolódott be a rendező úr, mi megpróbáltuk a kollégámmal, a fiatal kollégámmal a háttérinformációkat megadni, összegyűjteni, ami a levéltárból felelhető, azt hozzátenni, hogy miért akkor épült a bíróság épülete, miért úgy épült. Tudtam, hogy ki a tervező, de jóval kevesebbet tudtam róla, még mondjuk ezelőtt 2 vagy 3 évvel is, és ez így kezdődött. Ha valaki most akárcsak úgymond őslakos, vagy egy idegen, körbenézem be a városba, és ennek a városnak mondjuk így a közepére, akkor én mindenkinek azt mondom, hogy mutassuk meg, hogy
mennyire szép ez a város, hogy mennyire összhangban van ennek a városnak azért, hát egy kivétellel, de az teljesen mindegy. Az volt a politika. Az melyik kivétel? Muszáj megem. Házhat, az teljesen ide nem passz. Tehát ebbe a mezővárosi épület együttesbe az, ami nagyon nem passzolt ide. Hát nyilván ennek meg volt az indoka, ebbe most nem menjünk bele. De ahogy ezt őseink elképzelték, és azért azt tudni kell, hogy nem egy időbe épültek ezek az épületek. Mert jóval korábban épült a református nagy templom, jóval korábban épült a katolikus templom, jóval korábban épült a városháza, a katolikus iskola, a református iskola, és ebbe az épület együttesbe, ami itt már megvolt, ebbe a polgári létbe építették fel a városhoz illő és a maga teljességét, tehát inkább azt mondom, hogy alkotmányos a rendet jelző járásbíróság épületét. Mert azt azért kevesen tudják, ez a filmből kiderül egyébként, hogy a kiegyezést követően, amikor ténylegesen már a polgári alkotmányosságnak megfelelő államszervezetet, közigazgatást építik ki ebbe az országba, akkor arra is törekedtek, hogy a bíróságok épületei elkülönüljenek a közigazgatási épületektől. Mert hogy ugye a két hatalmi ág az egymástól független. És egy ilyen, mondjuk azt kisvárosban, a kiegyezés után ugye a rendezett tanácsú városok közé tartozott, és aztán majd megyeszékhely lesz belőle, hogy ez egy ilyen városban is ennyire következetesen meg tudták oldani, úgyhogy közben találtak egy olyan építészt, aki ezt az egész várost ilyenné, vagy legalábbis a város közepét ilyenné tudta formálni, vagyis meghatározó, sőt. Ma már ugye a hatályos, erre mondom, hogy én jogtörténész vagyok, tehát én a hatályos joggal nem foglalkozom, de a járásbíróságok hatáskörében jóval szélesebb, mind polgári, mind büntető ügyek kerültek, mint korábban. Tehát ha a járásbíróságok meghatározóak, akkor meghatározóak. Tehát egyetlen egy, amit mondjuk jogtörténészként én elválasztanék, de ez meg nem feltétlenül, hogy az ügyészség egy épületben van a járásbírósággal, de ezt ők ott belül a szintek, folyosók megosztásával, ők ezt nagyon jól el tudják különíteni. Vörös mezőt szegő kékezüst folyó, melynek hullámvonala mögött buzogánysás bokrétától közrefogva karcsú pálma díszlik. Részleteket már mutattunk az alkotásból, de ígérem, a teljes filmet is hozzuk önöknek, amint megkapjuk a szegedi törvényszék sugárzási engedélyét. Addig is jöjjön még egy kis ízelítő. Tarka színei mögött ott lüktet maga az élet. A vésszel bajjal terhes múlt minden szenvedése, és a sóváran várt jobb jövő minden édes reménye. A buzogánsás a mocsaras ingoványos területeket jelenti. Az ezüst folyó a kurcát. A Szentesi Kapocs Egyesület szervezésében a Dózsaházban a tavaszt a Pacsirta szót hallok című festménykiállítással köszöntötték. Az ecsetforgatók a kiállítást összekötötték Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójával. Vincéné Kellett Teréz, a rendezvény szervezője és egyik alkotója elmondta, hogy külön nem készültek egy tematikus kiállításra, de igyekeztek tavaszi hangulatú képeket kiállítani, valamint nagyon örülnek annak, hogy a Dózsaház a felújított nagy termét a rendelkezésük bocsájtotta a kiállítás megtartására. Nagyon szép képeket láthatunk itt mögöttek. Az extentősök a téma választásod. Ma egy kicsit talán a Petőfire emlékezel vissza, gondolom. Honnan vetted ezeket a képeket, hiszen nagyon hasonlítanak egymást? Internetről tudjuk, vagy könyvekből, nyilván a Petőfiről nem sok kép maradt fönt, egy-egy festmény, vagy úgy tudom, hogy egy fotó maradt fönt róla, úgyhogy hát régi kép, ezeket próbáltam, és akkor átalakítani a saját ízlésem szerint. Petőfi nem sokáig írt, rengeteget alkotott ettől függetlenül. Ezt lehet valahogy ábrázolni a festményekben, vagy csak gondolati szint? Gondolati
gyakorlati szinten most azért van egy olyan gondolatom, hogy néhány Petőfi vershez, most majd a vers, ami elhangzik, nagyon szép, és pont annak kapcsán festettem itt a Szendrei Júliás pacsirtás képet is, és most adott egy ötletet, hogy nyilván a szebb verseihez, hiszen 1000 körül van verse neki, úgy tudom 850 maradt fönt a ránk belőle. Mond ő a népnyelvéhez szólt, egyszerűre vette a verseket, inkább a tartalmára figyelt a verseknek, én ahogy utána olvastam, és ugye mindenki számára érthető ezáltal. A témáid között itt vannak a virágok, itt vannak a természetfotók, mik a kedvenceid? Hát a virágok gyönyörűen ki vannak dolgozva, az biztos. Hát igen, a virágok elsősorban a kedvenceim. Most úgy indult ez a kiállítás, hogy télből a tavaszba. És közben fölkértem egy kedves ismerősömet egy tavaszi vers elmondására, és egy szép Petőfi verset mondott, vagy választott, és ebből aztán jött az ötlet, hogy a 200 éves évfordulóra akkor csináljuk meg a Petőfi jegyébe ezt. Egyébként meg festészetileg igen, a virágok a legkedveltebbek részemre. Ugye valamilyen csoporthoz azért te is tartozol, a festők közül, hol szoktatok kiállítani? Igen, hát többfele volt kiállításunk, ugye Kapnyikbányától kezdve, vagy itt a kerítés kiállítás, igen, a Kapucs Egyesülethez tartozok, és ezt a kiállítást is az ő égiszük alatt szerveztük meg. Iskolába is szerettem festeni, csak utána az élet más irányba sodort, és akkor én tudatosan készültem eleve a nyugdíjas évekre. A Művészetek Házánál meg volt hirdetve egy fazekas tanfolyam, és mivel fazekaskodni is szerettem, vagy úgymond agyagozni korábban, így jelentkeztem arra. Ott aztán úgy alakult, hogy ott mindjárt belecsöppentem egy festőtáborba, egy szegedi tanár vezetésével, és ő biztatott, hogy induljak el. Nyugdíj közeledett, tudatosan készültem a nyugdíjra, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nyugdíjas korára keresse meg azt, ami őtet kiteljesíti, amiben örömét leli, sikerét. Volt az életemnek egy nagyon nehéz időszaka, illetve közben öröm is ért, ikerunokák születtek Budapesten, sokat fönt voltam. Váratlanul megkerestek egy pesti kiállítással, és ott beajánlottak a Jasik Álmos festészeti iskolába, ott elvégeztem a festőszakot. Nagyon jó tanárokkal, mai napig tartjuk vele a kapcsolatot a tanárokkal is, és a társakkal is. Festőtáborokba is megyünk együtt. Hogyan festesz? Otthon leülsz, mert nézel egy fényképet, vagy kimész a természetbe, ugye Balatonon láttam, amikor festettél fönn ugye a hegyoldalba, mik a kedvenc lehetőségek? A lehetőség az kint a természetben, igen, azt szeretem leginkább. Hát nyilván, hogy nem mindenképp készül el plener, hanem utána még otthon kidolgozom, sőt, elég precíz vagyok, tehát sokszor már nem is kellene belenyúlni, de azért én még mindig tehát találok benne hibát, és akkor még újra előveszem. Azt szoktam mondani, este, ha befejezem a festést, és akkor reggel ránézek, na most akkor friss észre ránézek, és találok benne, igen, mindig javítani valót. Hát én nagyon érzékenyek vagytok a fényre, a fényviszonyokra. Gondolom, mikor kim vagy a természetben, nem mindegy, hogy reggel mész ki délbe, vagy este fele. Igen, hát erre figyelsz már, Kosta is megmondta, hogy csak bizonyos időszakokban lehet ettől eddig, mert utána már teljesen mások a fényviszonyok. Milyen terveid vannak festészet terén, kiállítások terén az elkövetkező időben? Hát festészet terén nagyon sok anyagom van, amit szeretnék még. Elkezdtem egy kurcasorozatot, azt is szeretném. Akkor most fölmerült ez a Petőfi versekhez. Mindig van ötlet, vagy kimegyek a természetbe, meglátok valami, megfog valami szép fa, vagy bármi, akkor az papírra kívánkozik, vagy vászonra. Milyen stílusban festett? Hát realista stílusban azért én követem a régi stílust. Leginkább olajjal festek, de nagyon szeretem az akvarelt. Ha fáradt vagyok, vagy gyorsan kell, akkor leülök, és akkor csak előveszem, és csak úgy jön valami a
vászonra vagy a papírra. Ilyenkor előre rajzolt, hát a Petőfinél gondolom előre rajzoltad azért. Hát igen, ami kidolgozottabb a portréknál, igen, portrét is csinálok, nyilván azt előre rajzolom. Hát egy egyszerű akvarelképet nem mindig, de úgy általában igen, vagy nagy vonalakban az olajat is fölvázolom. Több éves hagyományát követve idén is megrendezte a Városi Gyermekkönyvtár a könyvtár használati vetélkedőt. Az általános iskolás korosztály számára több kategóriában kiírt versenyre a szentesi oktatási intézmények mellett érkeztek Csongrádról, Szegváról és Fábián Sebestyénről is tanulók. A három korosztályban összesen 38 kétfős csapat nevezett be. A versenyzőknek három különböző helyszínen kellett teljesíteniük a könyvtárral és a könyvek használatával kapcsolatos feladatokat. Könyvtárhasználati vetélkedő itt a gyermekkönyvtárban. Mondhatjuk, hogy ez már hagyományos játék, úgymond itt a gyerekkönyvtár életében? Mindenképpen mondhatjuk, mert épp reggel számolgattam, hogy talán a 23. év az, amikor megrendezzük. Mondjuk ebbe maradt ki a bizonyos okok miatt, de egyébként minden évben megrendezzük. És ez 99 óta. Igazándiból szerintem próbáltunk arra építeni, hogy az osztályok, amikor jönnek könyvtárhasználati órára, akkor ne csak egy ilyen átadott tudás legyen, hanem ezt valahol kapjuk is vissza, tehát megnézzük azt, hogy mi az, ami megmaradt ebből az órákból. Tehát, hogy amiket leadtunk órákat, mik maradtak meg. És utána pedig már kérték a gyerekek, hogy lesz-e, mikor lesz, tehát szeretik ezt a fajta vetélkedést. Mert mondjuk egy tanévet soha nem úgy zártunk le, hogy na, akkor most csinálunk valami játékot a végén, hanem egy nagy ismétlés, és akkor úgy vagy a feledés homályába ment a dolog, vagy megmaradt, és ugye akik szerették ezeket a foglalkozásokat, azok bizony szép számmal jöttek vetélkedni is. Ugye már háromnapos programról van szó, az utolsó napon vagyunk most, de ez előző két nap hogyan sikerült, milyen visszajelzések voltak a gyerekektől? Mindig pozitív, tehát azt gondolná az ember, hogy versenyezni jönnek, és hogy mekkora izgalom. Mondjuk ez kedden reggel látszott a kicsiken, a harmadik, negyedik osztály, és így kis remegve ültek le ide a lépcsőre, de utána elmondjuk, hogy ez nem olyan vérre menő verseny, itt tényleg csak játszunk, és próbálják meg jól érezni magukat, és akkor folyamatosan feloldódnak, és utána tényleg átmegy egy játékba, és mindig pozitív. Az utolsó napon vagyunk, tehát 7.-8. osztályosok vannak most itt. Mely iskolákból érkeztek most ide, és nagyjából hányan vannak? 12 csapat nevezett, és ebből 11 érkezett, ugye közben ezért lebetegedtek, de ez sajnálatos dolog, de ennek nem tudunk mit csinálni. Hát ugye a város iskoláinak volt meghirdetve, gimnáziumból jöttek, a HMG-ből, a BJG-ből, Kisbálintból, Szent Erzsébetből, szegváriak is jöttek. Lányok, túl vagytok az első körön a könyvtár használati vetélkedőn. Ideig hogy érzitek, mennyire voltak nehezek a feladatok? Igazából mi nagyjából ezt tudtuk rakni. Az utolsó feladatnál kettő, ami nehezebbnek találtuk és nem tudtuk, de egész gyorsan össze tudtuk így kafarni az egészet. Milyen sűrűn jártok könyvtárba, mennyire tartjátok fontosnak? Hát én a suli könyvtárba szoktam többet lenni, meg én annyira külön könyvtárba nem járok, de például otthon sok könyvet olvasok, meg sok könyves boltot járok, szóval így. Én az előző suliban jártam egy csomószor, itt még szentesen nem annyira. Akkor ez is egy remek alkalom, hogy megismerd a helyi gyerekkönyvtárnak a kínálatát. Egyébként mennyire tartjátok fontosnak az olvasást? Én nagyon szeretek olvasni. Otthon szoktam. Mert... Kedvenc műfajod van? Fanfictionök, horrorkönyvek, nem tudom, mindenféle romantikus. Hát én abban a szempontból fontosnak tartom, hogy szerintem amúgy meg jó pár ember nem szeret, de szerintem meg amúgy így jól lehet vele lenni, és aki meg úgy tényleg érdekli, annak jó, meg jó, hogyha a másikat is próbál így rávezetni. Szóval szerintem ennyiből jó. Egy
egyedül azért mindenki sokkal nehezebben vág neki egy versenynek, úgymond. De így, hogy ketten vannak, azért egymást tudják segíteni. Hát három helyszínen vannak feladatlapok, olvasóterem. Hát ugye ez egyértelműsíti azt, hogy valamilyen kézikönyvet kell, hogy használjanak, és ugye ezt kell ismerni, hogy hogyan használják. Ismerniük kellene, meg kell is, a kézikönyvek típusát. Hát ebbe azért mindenütt csúszik hiba, pedig hát ezt is azért foglalkozásokon azért egy picit próbáljuk erősíteni, amellett ugye, hogy már most nagyon keveset ütik fel a lexikont, mert ott az internet, csak beírom, és már dob is nekem választ. Tehát ugye ez jön. De az olvasóteremben is kaptak internetes feladatot, tehát ott is keresgélhetnek, csak hát ott egy kicsit molyolni kell, mert hosszabb a szöveg, és azért bele kell olvasni, hogy minden kérdésre tudjanak válaszolni. Az online katalógus az egyértelmű keresős játék, tehát ott nekem mindig az a célom, hogy olyan könyveket vagy DVD-ket kerestetek velük, amit szeretnék, hogy utána kézbe vegyenek. De ez egy ilyen rejtett vágy. De aztán nem tudom, hogy majd mennyire ragad meg, hogy tényleg visszajönnek és elviszik ezeket a könyveket. Itt kint a kölcsönzőbe egy tesztet írnak, ami ugye azt jelenti, hogy valamilyen szinten a könyvtári ABC-t megismerjék. Hát ugye egy könyvtár használatnak azért az ABC tudása az elengedhetetlen, mert ugye keresni csak úgy tud elvileg, vagy van egy segítség a pultnál, aki elmondja, hogy hol találja meg. Az idei évhez kötődően van benne egy Petőfis keresztrejtvény, hogy azért ne felejtsük már el, hogy azért mit ünneplünk egész évben az idén. Az már elhangzott, hogy ez nem vérre menő verseny, de azért díjakat gondolom adnak át a díjazottáknak. Milyen díjakról van szó? Az első három helyezettet szoktuk díjazni. Általában egy írószercsomagot kapnak, és hál' Istennek az idén azért szép számmal jöttek támogatók, akik ajánlottak fel 1000 forintos utalványokat, Taverna, Skinny, Fülig Jimmy, meg a Horváth Pékség az, akinek köszönhetjük még ezeket a plusz ajándékokat. A szentesi Kinizsi Szite vármegyei első osztályú férfi labdarúgó csapata bajnoki mérkőzésen fogadta a Hódmezővásárhely FC 2 csapatát. Sajnos a Kinizsi Szite nagyon fiatalakból álló csapata továbbra sem tudott bajnoki pontokat szerezni a hazai mérkőzésen. A szomszédváros csapata nagyon keménynek tűnő mérkőzésen kiállítás és sárgalapok kíséretében 3-1 arányban nyert. Ezzel eldőlt, hogy a rájátszásban a Szentes a bajnokság alsóházában, az FK Szeged, a HFC 2, a Balástja, a Deszk és az UTC csapatával küzd a minél jobb helyezésért. Szezon nem úgy indult, ahogy számítottatok rá. Hogyan látod belőről? Hát igen, egy új alakuló csapatról van szó, nagyon fiatal a társaság, nagyon hiányzik, pedig az elején jól kezdtünk Argyön, ugye egy ponttal jöttünk el onnan. Azt gondoltam, hogy ez majd egy lendületet fog adni, sajnos a következő mérkőzések nem úgy sikerültek, bár nehéz mérkőzések is jöttek sorba. Utána volt egy megtorpanás olyan szempontból, hogy a gyengébb ellenfelek ellen pont egy picit elfogyott a társaság, és nehezen tudunk ebből úgy nézem fölállni. De én biztos vagyok benne, hogy azt a célt, azt a minimális célt, amit a vezetőség meghatározott, hogy maradjon megye egyes a csapat, ezt biztos vagyok benne, hogy el fogjuk tudni érni. Nagyobb hit kell a fiatalok részéről, végig pozitív gondolatok kellenek ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet meg tudjunk oldani. Biztos hiányzik az az egy siker, hogy átbillenjen a csapat arra a szériára, hogy jöjjönek a pontok. De én nagyon remélem, hogy a jövő héten már ezt meg tudjuk valósítani, és onnantól kezdve egy picit szervezettebben, összefogással én úgy gondolom, hogy el fogjuk tudni érni azt a célt, hogy benn maradjon a csapat. Én azt gondolom, hogy olyan ügyes fiatal tehetségek vannak, akik jelen pillanatban még nem
lehet terhet rátenni. Nekünk idősebbeknek kell ezt tudni fölvállalni, hogy megoldjuk ezt a nagy távolságot így korba is, hogy ugye a 16-17 évesek és az idősebbek közt. De én bízom benne, hogy az öltöző együtt marad, és hogyha együtt maradunk és összekapaszkodunk, akkor biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni majd valósítani azt, hogy bent tudjunk maradni. Ugye a mai mérkőzésen egy meglehetősen vitatott körülmények között született góllal szerzett vezetést a Vásárhely. Te ezt hogyan láttad belőle? Hát nehezen éltük meg mi is, mert ugye a bíró belesípolt, de már közben elindult a labda. Tehát magyarul hamarabb elrúgta a srác a labdát. Igen, azt érzékeltük. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad megállni, ugye, mert bármi történhet, ez most megint bebizonyította a futball. De azt gondolom, hogy ha dolgozunk és teszünk, akkor vissza fog jönni ugyanez majd a mi javunkra is, biztos vagyok benne. Sajnos ez a mérkőzés már nem úgy sikerült, ahogy azt elképzeltük a mérkőzés előtt. Én azt gondolom, hogy lehetett volna lehetőségünk, ha egy kicsit bátrabbak vagyunk. Dolgozni kell tovább, és nem szabad a hitét veszteni senkinek se. Nagy összefogásra van szükség, de azt gondolom, hogy ha nyugalom lesz a csapat körül, akkor biztos vagyok benne, hogy jövő héten már tudunk javítani. Hát én kívánok hozzá sok sikert, meg hát gondolom egy kis szerencse se járt. Igen, mindig azt mondom, hogy a szerencsére dolgozni kell, szóval az magától nem megy, de ha dolgozik érte a csapat, és egész héten arra készülnek, hogy kemény munkával, hogy a következő mérkőzést le tudjuk hozni, akkor biztos vagyok benne, hogy ez meg is fog valósulni. Más szerepkörben vagy főállásban, ha jól tudom, hiszen egy női futball csapatot is vedett. Hogy álltok ezen a területen? Én nagyon nagy elszántsággal és nagy bizalommal vágtam ebbe a munkába tavaly nyáron. Én úgy gondolom, hogy nagy lehetőséget kaptam a Szent Mihály vezetőségétől. Először még ugye gyakorlatilag az U19-es csapatnak voltam a vezetőedzője. A bajnokság során neveztek ki a felnőtt csapat élére. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, tudtunk változtatni egy picit a keret összetételén, nagyon jól indultunk most a bajnokságba, nagyon keményen dolgozunk azokért a célokért, hogy a biztos bentmaradás meglegyen, és ez mellett még tudjunk fejlődni is a jövőre nézve. Azt gondolom, hogy nagyon szép jövő előtt állhat a szegedi női labdarúgás. Nagyon fontos az, hogy ebbe a régióba is legyen egy női csapat. Én tudom, sokan elítélik a női labdarúgást, de akik benne dolgozunk és részt tudunk benne venni, nagyon nagy élmény a lányokkal dolgozni, sokkal elszántabbak és sokkal alázatosabbak, mint a fiúk. Iszonyatos nagy akaraterő van bennük. Tényleg nagyon kemény alapozáson vettek részt a lányok, és persze néha fájt, néha sírtak, de összességében azt gondolom, hogy ha mérkőzéseket tudjuk nyerni, akkor nagyon sokat fogunk tudni majd fejlődni. Neked eddig nem volt lánycsapatod, ha jól tudom. Mi különbség van a két csapat között, vagy a két felfogás között? A felfogásban mindenféleképpen az, hogy sokkal alázatosabbak a lányok a labdarúgás iránt, mint a férfiak. Egyáltalán nem keresik a kibúvókat, hanem alázatosan megcsinálnak mindent. Viszont van egy teljesen más szegmense is ennek a női sportnak. Ők olyanok, hogy egyik pontra a másikra náluk hegyek és völgyek vannak, férfiaknál talán domb és alföld. Nagyon nagyok a szélsőségek, de ezt képesek mérkőzésen belül is 5 perc alatt lemegyünk, és 5 perc alatt vissza tudunk jönni. Most már nagyon jól rálátok erre, hogy miért volt az akár kézilabdában is, meg más sportokban is, mikor egy döntőt elvesztettünk, akár VB-n, azt hiszem, vagy olimpián, nem is tudom melyiken. Nagyon-nagyon sokat kell foglalkozni mentálisan velük, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor hihetetlen élményekben van az edzőknek is része. Természetesen nem lehet összehasonlítani fizikálisan a férfi labdarúgással, de azt gondolom, hogy tisztelettel kell lenni, és
tényleg az egész világ egyre jobban halad a női labdarúgás iránt, vagy felé. Ugye volt ez a díjátadó is, és egy Messitől kezdve mindenki olyan tisztelettel volt a női labdarúgók iránt, és én azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség ez számomra, hogy egy NB1-es csapatnak lehetek az edzője. Nagyon-nagyon élvezem a munkát, nem egyszerű, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tanuló pénz abban, hogy ha edző akarok lenni, akkor nagyon-nagyon sokat tudok tanulni és fejlődni. Ezen napi aktuál rovatunk végére értünk. Hétfő lévén gazdasági magazinnal folytatódik adásunk második fele, előtte azonban reklámokat láthatnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. Érdemes közösségi közlekedésre váltani 2023 májusától. Ekkor vezetik be ugyanis a buszra és vasútra egyaránt érvényes vármegye és országbérleteket. A bérletekkel a MÁV Start, a Volán busz, a MÁV Hév és a Gyesev járataira lehet majd felszállni. A vármegye bérlettel az adott vármegye határáig utazhatunk buszon és vasúton. Az országos bérlettel pedig akár Magyarország teljes területét bejárhatjuk. A bérletekkel jelentősen csökkennek a családok közlekedési kiadásai, olcsóbban lehet iskolába, munkába járni vagy kirándulni. Ráadásul a környezetbarát közlekedést is támogatják. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. A 2022-23-as színházi évadban is sokszínű, változatos műsorkínálattal és ingyenes programokkal várja Önöket Szentesen a Tóth József Színház és Vigadó. Március 13-án és 14-én 10 és 14 órai kezdettel a gyermekbérletes előadás következő állomásaként Benedek Elek, Szente Éva, az égigérő fa című meséjét a Békés Csabai Jókai Színház művészei viszik színpadra. Március 14-én 17 órakor a Szentesi Szalon életmódpartijának keretében Csendes Napokon címmel fotókiállítás megnyitót tartanak, ahol a vendég Török Károly Kristóf fotográfus és Szabadai Csaba hangszerészek lesznek. Március 15-én szerdán 19 órától a Magyar Zenés Színház Huszka Jenő Mária Főhadnagy című romantikus nagyoperettjével áll színpadra. Március 20-án 19 órakor már Posgai Zsolt, Gulyás Levente, az Akácember című nagyszabású látványos produkciója a Szarvasi Tessedik Sámuelnek állít emléket a Cervinus Teátrum előadásában. Március 23-án 17 órakor a Szentesi Szalon művészfészek vendége Frenyó Krisztina költő, újságíró, rádiós műsorvezető lesz, aki Kávés Percek című verses kötetét mutatja be. Március 25-én 19 órakor Federico Fellini Országúton című nagy sikerű filmje Kis József író rendező átdolgozásában kerül színpadra a Békés Csaba Jókai Színház színészei által. Március 30-án 19 órától a nagy sikerre való tekintettel ismét válótársas, improvizációs est lesz Pokornélia és Schmidt Zoltán előadásában. Márciusban is legyenek a vendégeink. Várja Önöket a Tóth József Színház és Vigadó. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből.
víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új Stihl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. A családokat támogató intézkedések 2023-tól tovább bővültek. Családi adókedvezmény, babaváró támogatás, gyermekgondozási díj. A sor januártól új adókedvezménnyel bővült. A gyermeket vállaló 30 év alatti anyáknak már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ők nem csak az új SZIA mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra is. Az SZIA mentesség a CSED, a GYED és a diplomás GYED összegére is vonatkozik, így ezeket az ellátásokat is magasabb összegben kaphatják kész ez a fiatal anyák. Magyarországon minden évben újabb döntések születnek, amelyek a családokat támogatják. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. Több mint egy éve tart a háború és a pusztítás. Több mint egy éve szenved Európa gazdasága. Több mint egy éve mi fizetjük a háború árát. És Brüsszelnek még mindig nincs terve a békére. Az infláció tönkreteszi Európát, de Brüsszel csak további szankciókat erőltet. A háború végét nem a szankciók, hanem a béketárgyalások hozhatják el. Brüsszelnek meg kell hallania az emberek hangját. A Szentes Televízió gazdasági magazinját látják. E heti témáink mind a fodrászat témakörébe vágnak. Dancsó Erika két nagy nevű fodrászt hozott el szalonjába, Letíciát Franciaországból és Adát Lengyelországból. Már az ötödik rangos versenyén van túl a zsoldos ötödéves diákja. Berke Szilla fodrász ezúttal egy országos második helyet szerzett. Dancsó Erika mesterfodrász különleges szakmai és baráti találkozót szervezett Szentesen. Ő hozta el városunkba a francia hajvágás szakmai vonalát, és most megismerhetjük azt a fodrászmestert is, aki anno őt inspirálta. A nemzetközi szakmai találkozó nagy nevekkel és magas szintű tapasztalatcserével telt. Ismerjék meg Letíciát Franciaországból és Adát Lengyelországból. Hello. A munka szinte azonnal elkezdődött, de vissza az elejére. Mi is történt Dancsó Erika házatáján? Köszönöm.
Különleges vasárnapra ébredt az Erika Team, hiszen olyan fodrászmesterek tettek látogatást Franciaországból, Lengyelországból, kisvárosunkba, akik szakmailag kiemelkedő élményt és tanulási lehetőséget is jelentettek egyben. Hú, hát igen, bár Letici azt mondja, nincsenek véletlenek. Nekem volt egy balesetem, és akkor ágyhoz voltam kötve 2,5 hónapig, és akkor találtam rá Letíciának a videójaira, ami teljesen megigézett, és így magával ragadott, és minden kikapcsolódásomat ez adta szakmailag. Nagyon feltöltött, ahogy láttam, ahogy dolgozik a színpadon, ahogy mozog, amit el tud készíteni pillanatok alatt, azt a változást, azt a művészetet, az nagyon megidézett. És aztán egy véletlen folytán még a Zsigarani kolléganőm megkért, hogy utazzak ki vele Lengyelországba, és az Adához látogattunk el akkor, ahol Ada elkezdte kérdezni, hogy én mivel foglalkozok, és akkor elmeséltem neki, hogy fodrász vagyok, egy nagyon kicsi faluba, és megkérdezte, hogy van-e példaképem, mert hogy ő is fodrász, és Lengyelországban Ada, olyan, mint nálunk Hajas Laci, egy nagyon nagy név, és átvitt, megmutatta a szalonját, és megkérdezte, hogy ki az, aki a példaképem. És akkor elmondtam neki, hogy valószínű soha életemben nem fogok vele találkozni, de nagyon megigéz a munkája és ez a szellemiség, amiben dolgozik, és hogy ő Letícia. És mondta, hogy hát a legjobb barátnője, és egy hét múlva érkezik hozzá. Egy hét múlva persze, hogy visszautazott Erika, és létrejött az első találkozás Letíciával. Azóta évente 2-3 alkalommal találkoznak, és több közös munkájuk is volt, és van folyamatosan együtt. Fotózásokat készítünk, tréningeken veszünk részt, és próbálom azt a szellemiséget, amiben ő dolgozik, azt megtanulni, és átadni azoknak a fodrászoknak, azoknak a magyar fodrászoknak, akiknek szüksége van arra, amit akkor én átéltem. Letícia számára is öröm a találkozás, öröm az országunkba jönni, és szakmailag látni a változást, megélni a közös pillanatokat. A különböző nyelvek sem jelentenek akadályt, sem a barátságban, sem a szakmában. Ő is úgy érzi, hogy már több éve egy pici rész belőle folyamatosan itt van, Erikán keresztül. Hát Erika az egy nagyon-nagyon szép találkozás, egy nagyon-nagyon szép történet. A saját történetük évek óta. Teljesen a kezdetektől követi Erikának a munkásságát, és követi a fejlődését, ahonnan indult, és ahova most elérkezett ezzel a gyönyörű oktatóközponttal, és tényleg nagyon boldog, hogy a mai napon személyesen is itt lehet. Ada Lengyelországból érkezett, és beszélgetésünk első pár mondatában úgy fogalmazott, hogy a lelke szinte magyar. Azért ez megdobogtatta mindenki szívét. Erika korábban, ha emlékeznek, azt mondta róla, ő akkora név hazájában, mint nálunk Hajas Laci. Ismert és elismert hivatásában. Nagyon szereti Magyarországot, nagyon jó érzései vannak, a lelke szinte magyar, és nagyon jó, Szentesnek nagyon jó energiái vannak, és egyáltalán nagyon szeret itt lenni. Erika egy nagy siker Letícia és az ő számára, ugyanis hát Erika náluk tanult, és hát ő segítségükkel érte azt, amit elért, tehát ők is sokat tettek érte. Francia hajvágás Szentesen mára ismert fogalom, és Letícia által élő is maradt Erikán keresztül. De vajon mitől is olyan különleges mindez? Nagyon-nagyon-nagyon büszke arra, amit Erika itt véghez vitt, ahogy behozta ide, akár az országba, akár ide városunkba, a francia hajvágásnak az alapjait, és érzelmileg is nagyon megérinti az, hogy ennyire elkötelezett a munkájával szemben, és milyen nagy léptekkel fejlődik és halad előre az útján.
az ő filozófiája mindenképp az, hogy a munkásságukon, a munkájukon keresztül boldogká teszik az embereket, akár nőket, akár férfiakat segítenek megtalálni a belső értékeiket, a személyiségüket, és megszépítik az embereket, és az emberek, amikor távoznak tőlük, akkor kívül szépnek érzik magukat, és akkor belülről is megszépülnek, és egyből elönti őket az a jó érzés, amikor jól vagyok. Van egyfajta mágikus erő, ami összekapcsolja mindig a fodrászt a vendégével, és ezáltal egy olyan bizalmi kör, egy olyan elégedettség tölti el utána a vendéget, amikor távozik, ami nagyon jó érzés nekik is. Ez az a mágikusság, amely hatott a mi szentesi fodrászmesterünkre is. A művészet az, ami nagyon-nagyon megfogott, teljesen más szinten kezeli a hajat, ahogy hozzányúl a textúrák, amiket kialakít, ahogy átváltoztatja pillanatok alatt. Az egész, ami a fejében van, az a látásmód, az a letisztultság, mégis benne van az icipici sok, amitől más lesz, ami engem szárnyal, és ami megigézés. És imádom, ahogy dolgozik. Milyen érdekes, ahogyan hatni tudunk egymásra, ahogy életutak kereszteződnek és kitartanak. Somebody get me back home. Akárhol találkoznak Erikával, akár Szentesen, Krakkóban vagy Párizsban, az mindad egy új lépést, egy új lökést. Mind tanulnak egymástól, és amit tapasztalnak, meg tanulnak, azt átadják a saját szalonukban. Azt szeretné, hogy minél többet adjanak ki magukból, és ő is megpróbál minél többet adni magából, minél többet tanítani őket, minél többet átadni. Őszintén élni, a szívvel. A szakmai nap tehát tapasztalatcserével, tanulással, élő bejelentkezéssel telt, nemzetek közötti kapcsolaterősítéssel, és persze az új trendek átformálásával is. Én hiszek abban, hogy mi fodrászok vagyunk csak, de boldogságot tudunk adni az embereknek, és hiszek abban, hogy az a változás, amit biztosítunk a szakmánk által, az boldogságot ad az embereknek. És hogyha az a hölgy vendég hazamegy, és szépnek érzi magát, és másnak, megújulva, az átadja a férjének, az átadja a gyermekeinek, az átadja a szomszédnak, a barátainak, és így nekem ez a küldetésem, hogy minél több boldog embert láthassak az utcákon, és amit mi szakmánk által érünk el. Szép gondolat, hogy láncról láncra épül ez. Mit érzel a mai napon, hogy itt van Leticia? Jaj, hát nagyon izgulok, én olyan vagyok, mint egy kisgyerek. A férjemmel is mondta, hogy ő nem is hiszi, hogy mi az, ami kivált belőle, milyen érzéseket és reakciókat. Hát az, amikor az embernek van egy nagyon nagy példaképe, mentora, akire nagyon felnéz, mind emberileg, mind szakmailag, és annak a közelében lenni, és tényleg elemezni, és megtanulni, tehát lehetőségem van arra, hogy tanulhassak tőle, ez óriási csoda számomra, és minden pillanatát szeretek megélni. A győri Vivi hajműhely hirdetett versenyt fodrászoknak, ahol a HSC Zsoldos Ferenc technikumának 5. éves tanulója, Berkec Lila 2. helyet szerzett. Lila nem először szerepelt ilyen szépen, legalább 5 hazai és nemzetközi versenyen szerzett helyezést eddigi tanulmányai során. Lila specialitása a fonás, szövés, konykészítés. Kategóriájában 34-en indultak, a többféle technika alkalmazása hozta meg számára a kiemelkedő 2. helyezést. Felkészítő tanára Megyesi Arnoldné szakoktató, a gyakorlatot pedig Hódmezővásárhelyen Meszlényi Tamásné szalonjában végzi.
Nem tervezte a legutóbbi versenyen való indulását Berkec Lilla, a HSC Zsoldos Ferenc technikumának 5. éves fodrásztanulója. Aztán Megyesi Arnoldné szakoktató és Meszlényi Tamásné gyakorlati oktató biztatására Lilla mégiscsak belevágott a különleges online versenybe, melyet a győri Vivi Hajműhely hirdetett meg több kategóriában, ahol a feltöltött fotók alapján a zsűri második helyet ítélt meg számára. Az online verseny az mindig más, ugye jelenléttel nem kapcsolatos. Talán azt mondom, hogy nem annyira izgulnak a diákok, illetve felnőttek, mert itt felnőtt kategória is volt. Azonban nagyon precízen kell dolgozni, hiszen a fotókon minden egyes részt be kell mutatni, látványos technikákat kell rajta mutatni, mert egy nem egészen jól elkészített fotón nem is mutatnak ezek a feladatok. Nem lehet körbejárni, nem lehet megnézni egyesével a technikákat. Tehát tulajdonképpen azért a nehézség az itt is megmutatkozik. Lilla specialitása a fonás, szövés, konykészítés. Kategóriájában 34-en indultak. A többféle technika összerakása vitte sikerre Lillát tanára szerint. Neki speciálisan a szövés az egy nagyon nagy erőssége. Az már versenyeken is többször megmutatkozott, mert ott is tulajdonképpen, amikor felvételek készülnek róla, videófelvételek, vagy akár tévéfelvételek, az ujjait mindig mutatják, mert mint a Motorola úgy tud dolgozni. Egy Vivi Hajműhely nevű online pályázat ez tulajdonképpen, és egy országos nemzetközi fodrász bajnok írta ki ezt a pályázatot. Mi Lillával újdonságokkal próbálkoztunk, illetve amit a gyakorlati képzőhelyen is tanulnak, azt próbáltuk összerakni Lillával, illetve Lilla tulajdonképpen egyedül, mert otthon készítgette, mindig kérdez, mindig fotóz, és tulajdonképpen az ötletekből alakult ki egy teljesen új forma. Amíg beszélgetünk a szakoktatóval, Lilla keze persze folyamatosan jár. Ő is bekapcsolódik a beszélgetésbe, a versenyről mesél, az új kihívásról, hiszen már legalább 4 hazai és nemzetközi versenyen van túl 5. évesként, több első helyel és sok szép eredménnyel a háta mögött. Amikor rendesen versenyen vagyunk, akkor ott azért izgulunk, mert azért ott a zsűri, azért ott járkál közöttünk a végén, hogy akkor mit szólnak hozzá. Itt ez annyival volt másabb és könnyebb, hogy itt teljesen a stressz az szinte alig volt jelen. Inkább az izgulás utána, hogy mire kihirdették az eredményt, hogy akkor most vajon akkor milyen helyezés lesz, vagy lesz-e egyáltalán helyezés, mert én ennek most teljesen úgy indultam neki, hogy próba szerencse, lesz, ami lesz. Igazából csak gyakorolgattam otthon ugye technikákat, és akkor ott azt hiszem, ott a karácsony és szilveszter között, ott gondoltam egyet, mert akkor láttam, hogy Vivinél ezt a kiírást, és akkor, hogy akkor mondom, meg kéne próbálni, és akkor küldjük el. Az alapokat, azt Megyesi tanárnőtől tanultam még régebben, ő vitt bele ebbe a szövés világába. Igazából ezeket a technikákat volt, hogy az internetről néztem, és akkor megpróbáltam, és így tevődött össze. Igazából van egy alap, amiből bármit, bárhogyan. Ugye itt is az, hogy most technikailag több technikát teszünk egy frizurába, vagy csak tegyük föl 2-3-at. Ugye ez attól is függ, hogy milyen frizurát szeretnénk. A második helyet kiérdemelt frizura a következő összetevőkből áll. Ebben például van ugye a szövés, hát úgy jó 80%-ba. Van egy csipke technika, az igazából ugyanaz, mint hogyha egy sima hármas fonás lenne, csak mindig a széléből kiszedek egy tincset, és akkor azt a következőnél csatolom vissza. Illetve van egy 4-es fonat, meg egy vízesés. Ugye ezt a hajat már nagyon régóta próbálgatom. Tehát például az eleje az meg volt álmodva, hogy nekem az tetszik, nekem az, én olyat szeretnék. És akkor, hogy például utána a 4-es fonat,
az is utána már éreztem, hogy többször a hányszor gyakoroltam, ezt mindig oda tettem. És akkor, hogy utána ugye azt a kettő elemet tudtam, akkor léptem hátrébb, hogy akkor oda mit. Azt is volt, nem is tudom hányszor lebontottam, mire úgy voltam vele, hogy na ezt mondjuk tetszik. Szóval ez így most egy nagyon hosszú folyamat igazából. Ilyen gyakorlásokból jött ez, ami most látható. Felmerül bennünk a kérdés, hogy ilyen frizurát kér valaki? Lilla határozottan válaszolja, hogy nem, viszont egy-egy elemet bele lehet vinni akár egy menyasszonyi vagy alkalmi báli frizurába. Egy jó fodrász viszont nem csak alkalmi frizurát készít, sző, fon, sőt. Vajon Lilla kedveli a vágást, festést és egyéb alaptevékenységeket? Igazából úgy vagyok vele, hogy szeretnék több mindenben jó lenni. Tehát nem az, hogy most csak erre. Én úgy mondom ezt, úgy szoktam mondani, hogy nálam ez egy plusz. Én csak ennyivel vagyok több igazából. A fodrászat szemszögéből mindent ugyanúgy szeretek. Tehát ugye gyakorlaton vagyunk, ott ugye azért elég sok mindent csinálunk. Azt is a lehető legnagyobb nekifutással és erővel próbálom csinálni. Nincs olyan, hogy egyszer kimerül a lehetőség és a fejlődésnek a határa, mert szerintem ezt még meg nem hall az ember, lehet tanulni. Lillának ez az utolsó éve a Zsoldosban. Hogyan tovább? Már benne is kezd megfogalmazódni. Mindenféleképpen valakinél valahol dolgozni, mert hiába 5. éves tanuló vagyok, és tanultuk ezt az egészet. Úgyhogy vagyok ugye külső gyakorlati helyen, Mesztényi Marikánál, vásárhelyem. Nagyon azt érzem, hogy kell még az, hogy elsősorban valaki fogja a kezemet. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor azért elbizonytalanodom, hogy kell az, hogy valaki támogasson. Kedves nézőnk, most értünk gazdasági magazinunk végére. A gazdasági élet friss híreivel, eseményeivel legközelebb egy hét múlva hétfőn jelentkezem ismételten. Ne feledjék, addig is gazdálkodjanak okosan. Egyben adásunk is véget ért, holnap már sportos témákkal várjuk Önöket, a kezdés megint csak 17 óra lesz. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Szép napot, szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!